Szabolcs Néptánc Együttes produkciójával kezdődött az Értékes Barangolás című vetélkedő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei döntője Nyíregyházán. A megyeházán minden a nemzeti értékekről szólt, a Néptánc Együttes munkája nemrégiben került be a megyei értéktárba, a bemutató után pedig egy rövid táncházat is tartottak, ami pedig mint a szellemi kulturális örökség átörökítésének egyik módszere a hungarikumok között is szerepel. A Földművelésügyi Minisztérium célja a verseny támogatásával, hogy a fiatalok részt vegyenek az értékek megőrzésében és a hagyományok hétköznapokba való átültetésében, közölte Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár bizottság alelnöke, aki a verseny egyik zsűri tagja volt. Nagy-nagy örömünkre, nagyon sikeres volt a versenyfelhívásra való jelentkezés, hiszen 69 csapat jelentkezett a megyéből, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szép szám. És ez a 69 csapat egy előszörű után három középdöntő követően kerültek be a döntőbe azok a csapatok, akik itt most megmérettethetik tudásukat, amely reményeink szerint olyan színvonalas döntőt eredményez, mint amelyek a középdöntők voltak. Egyébként meg a felkészülést annyival könnyítettük meg, hogy egy felkészülési segédletet készített a megyei önkormányzat, amely egy bő, majd 100 oldalas felkészülési segédlet. A döntőbe a Vásáros, Naményi, a Kisvárdai és a Nyíregyházi selejtezőből is egyaránt két-két csapat jutott tovább, így 6-4 fős csapat mérte össze tudását szerdán. A vetélkedőn a 3 általános iskolai és a 3 középiskolai tanulókból álló csoport 7 feladatot kapott, amely alapján eldől majd, hogy ki mehet tovább a fővárosi országos döntőbe.